hetek óta szenvedtem. Kinyitottam hűtőmet, elrettentem. Csak a folytonos rohanás, Isten falat kapkodás. S üres a hűtő, éhes a bendő, valami színes finomságra vár. Hát gondoltam, ennek véget vetek, sajtos tésztás napok ég veletek. Engem már a paradicsom vár, jöjjön egy nagy piaci vásár. És amint belépek a csarnokba, egytől elragad a forgatag. Alíz vagyok csoda országban, illatok színek varázsában. Paradicsom, paprika, cukkini, avokádo, kurkuma, új krumpli, jégsali, brokkoli, patrizsán, és akkor fák kiabálnak. Az egyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunkkal, a babbal foglalkozunk. Régen legalább egyszer egy héten babot főztünk, és ma olyan kevesen esznek babot. És arról nem is beszélek, hogy amikor vásárolni szeretnénk babot, akkor nem magyar bab van a boltokban, úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda. Tehát akkor főzzünk babot, együnk babot, majd még elmondom az érveimet mellette. Beáztattam tegnap este 1 kiló fehér babot, és duplájára dagadt. Sokkal hamarabb meg fog főni, mint hogyha csak úgy a száraz babot tesszük. Én oda teszem gyorsan főni, vagyis tulajdonképpen csak felforralom, és amint felforrt, leöntöm azt a vizet róla, ezzel a puffasztó anyagok nagy részét is kiöntöm. Leöntöm róla a maradék áztatóvizet azért. Mert ide is áznak már ki puffasztó anyagok a héjából, attól is váljunk meg. A másik edénybe pedig a beáztatott füstölt csülköt teszem oda, egy picit előbb, mint az összes többit, mert természetesen tovább föl. A csülköt pedig azért áztattam be, mert szeretjük ezt a füstös ízt, de azért azok a mérgező füstös maradékanyagok ne főjenek bele a levesünkbe, és ne is uralkodjon majd a füstös íz a levesünkön. Nem úgy főzzük, mint a húslevest, hogy épp hogy pötyögjön, hiszen ez egy rántásos leves lesz. A rántás az a magyar ételeknek az egyik specialitása, íz meghatározója, ami azt jelenti, hogy egy pici rántást teszünk azokra az ételekre, amelyek tradicionálisan így készültek, de nem visszük túlzásba. A bab egy nagyon jó böjtös étel, mert nagyon magas a fehérje tartalma. Tehát, hogyha valaki húsmentes táplálkozást folytat, akkor érdemes minél több babot enni, minél változatosabban elkészítve. És akkor jöjjön a recept. Hát ez a gyerekkorom bablevese és babfőzeléke lesz, mi más lenne, ugye? Érzelmi étel, nem is akármilyen érzelmi étel, édesapám és a bátyám kedvenc étele. Ugye ez tipikusan egy téli étel, de ez nálunk nyáron is van. Közben fölforrt a bab, úgyhogy elzártam alatta a tüzet. Hagyom addig még itt ázni, amíg egy jó fél órát előfőzöm a csülköt, és utána innen átszedem majd a csülökre a babot, ráteszem a zöldséget, és főhet. Úgy főzte állandóan édesanyám, meg még ma is úgy főzi, hogy főz egy tartalmas levest. Belekerül a csülök, belekerül a bab, de annyi bab, hogy az elég legyen majd a főzelékre is. Tehát ebben most 1 kiló bab kerül, rákerül, sok sárgarépa, sok zöldség, vagyis fehér gyökér, és ami a kulcsa a bablevesnek, a paszternák. Paszternák nélkül nem lehet bablevest főzni. Nagyon magas a cukortartalma, nagyon illatos, egy jó kis fűszer zöldség, és amikor megfő, olyan lesz, mint a gesztenye. Nézzük, hogy áll a hús. Szépen fő, egy fél óra, és akkor innen átszedem a babot, ráteszem a megtisztított zöldségeket, hagymákat, és körülbelül ilyen lángon, tehát ne forjon azért túlságosan, ne főjenek szét a babszemek, egy másfél óra alatt még készre főzöm. Hogyha böjtbe főzzük, természetesen csülök nélkül készítsük. Én általában 4-5 sárgarépát, 3-4 fehérrépát, zöldséget teszek, és 2-3
paszternákot. Egy vörös hagyma, félbevágva, és két egész fokhagyma. Természetesen nem egy napra szól ez az étel, hanem azért ez egy darabig kitart. Apukám mindig azt mondta anyukának, Marikám, te csak ne újítgassál, jó? Maradjon meg a mi ételünk, mi kínálatunk az, ami volt. És itt a bableves meg babfőzelék az egyik kulcs téma. Egyébként szerintem ez a legtöbb magyar embernek hozzátartozik a gasztroidentitásához. Tehát ez elképzelhetetlen az élet egy jó bableves vagy babfőzelék nélkül. És olyan jó lenne, hogyha ez a gyerekeinknél is így maradna. Ugye a legfontosabb szakács te vagy. Érzelmi ételeket kell alkotni a gyerekeinknek. Figyeljünk, hogy nehogy véletlenül szétfőjön a bab. Egy picit lehet krémes, de ha szétfő, nem tudunk belőle főzeléket csinálni. Jön rá a só, módjával a sóval is, mert a csülök, a füstölt csonka is sós. És természetesen ez a bableves csipetkével a legfinomabb. A csipetke tészta ugyanaz, mint a többi nyújtani való tészta. Egy tojáshoz 10 dekagram liszt, egy pici só, jó simára kigyúrjuk, és utána lecsipkedjük. Közben ugyanúgy lisztezni kell, mint nyújtás közben a tésztát, hogy ne ragadjanak össze. Gyönyörű lett. Milyen színe lett. Úgy. Ú, de jó puha lett. Jó lenne egybe kiemelni. Gyönyörű rezgős a bőre is. Óvatosan kiszedem a zöldségeket, hogy ne törjön át, amikor öntöm a lét. Elképesztő illata van. Bab is mehet. Azért a bablevesben maradjon bab. A húslevesre szoktam azt mondani, hogy egy pszichológus, mert bármi bajunk van, mindegy az, hogy influenza, mindegy az, hogy rossz kedv, teljesen mindegy. Egy forró húsleves, itt mindent megold. De ez a bableves is hasonló. Ide nézzenek, hogy néz ez ki? Hát gyönyörű. A levest átöntöm. Úgy, valamennyit azért hagyok a főzeléknek is, ne vízzel eresszük fel. Úgy, mert még ugye berántjuk egy vékony, de jó erős dús fokhagymás rántással. Egyszerre készítem a főzelékre és a levesre a rántást, és elosztom. Picike zsír, picike liszt, és rengeteg fokhagyma. Én szerintem ezt nem lehet túlzásba vinni. A fokhagyma és a paszternák a lelke ezeknek az ételeknek. Jön a Szegál Viktor. Úgyhogy valamivel még meglepem ezen kívül. Azt gondoltam, hogy szintén apukámra emlékezve, aki másnap reggel a babfőzelékből hidegen a friss kenyérre rakta az adagot és azt reggelizett, hogy most nem friss kenyérre rakom, hanem itt a sparhár lapján sütök neki lepényt Viktornak, és arra a forró lepényre fogok a kihűlt babfőzelékből ráhalmozni. A lisztet, amikor rántást készítünk, mindig rózsaszínre kell pirítani. A rántásos ételben akkor jön elő finoman a rántás íz, hogyha megpirítjuk a lisztet. Nem csak beledobjuk és már kész. Mikor kezd pirulni, már teszem is bele a fokhagymát, hogy a zsiradékban kioldódjon az illata. Egy pici hőt visszarakok most a levesre is. A főzelékre is. Jó kis fűszerpaprikát ide készítem. Anyukám termelte a kertben. Kezd rózsaszín lenni. Elzárom alatta a tüzet. Egy kanál paprika. Jól elkeverem, hogy ne legyen csomós. Teszek hozzá levest. Így. És hideg vizet. Csomómentesre kikeverem, és most szépen elosztom. Fontosabb a főzelék. Óvatosan ne törjük a babot.
És egyből beletesszük a csipetkét is. És azért kell ilyenkor még forralni, ugye, mert ki kell forralni a lisztet, nehogy nyers maradjon, akkor áll össze igazán minden íz, meg az állaga. Na nézzük ezt a főzeléket. Pont jó lett. Ez már szépen ki is forrta magát. Ennél sűrűbbre ne készítsük a főzeléket, mert amikor egy picit áll, akkor még sűrűsödik. És a levesünk is készen van. Na most gyorsan összegyúrok ennek a sparhelten sült lepénynek só, liszt, víz keverékéből egy közepesen kemény tésztát, és beforrósítom a sparheltet, igazán jó meleg legyen, és a lapján sütök vékonyka lepényeket. Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, bár nyomban romba van, szaladjon hát, merre lát. Mert én szét rombolom, tudom a kis szerelmes szívét, ha meg nem gondolom, hogy ön tovább is élhet még. Hello! Szia. Nem hiszem, tényleg hoztál fát? Azt láttam, magad vágod a fát. Mondottam, azok egy kicsit. Belőlem. Tényleg vágtál fát, de rendes vagy. Egyébként rakhatunk akkor rá egyet. Szuper. Mert ennek a sparhelt lapon sült lepénynek nagy hő kell. Köszönöm szépen. Nézd meg, sütök ilyen kis lepényeket, ez csak só, liszt, víz. És azt gondoltam, hogy kenyér helyett erre rakok neked egy kis papfőzeléket. Megkóstolod a babletet? Ez a legjobb köröd. Igen. Én hidegen is, melegen is, én mindenhogy szeretem. Figyelj, még ez meleg? Pici ecetet kérsz? Igen. Parancsolj. Ó, Isten élete van. Jaj, látod, elbeszéltem! És nem lett baja. Milyen a leves? Köszi. Ja, nagyon finom, isteni. De még azért egy kis tészt, még van benne, még mindenféle más is láttam azért a babon kívül. És jó, nagyokat csipet, nézd meg, ilyen szép nagy darabok. Igen, én azt szeretem. Nagyon finom. Ugye? A jó dolgok milyen egyszerűek. Erről van szó. Isteni.